Sok Eddie Murphy rajongó álmát váltja valóra a Netflix, ugyanis 28 év után érkezik a Beverly Hills-i zsaru negyedik. Eddie Murphy pályafutásának egyik legnagyobb sikere a Beverly Hills-i zsaru trilógia, aminek az utolsó része 1994-ben jött ki. Axel Foley karaktere tökéletesen illett a komikushoz, így gyakorlatilag azóta pletykálják Hollywoodban, hogy jön majd valamikor a folytatás, sőt, pár éve úgy volt, hogy a meglepően jól sikerült Bad Boys Mindörökké rossz fiúk rendezői, Bilal Fallah és Adil El Arbi fogják elkészíteni a negyedik részt, de ők nemrég kiszálltak a projektből a Badgira filmjük miatt. Szerencsére nem kell aggódniuk a rajongóknak, ugyanis a Netflix felkarolta a Beverly Hills-i zsaru 4-et, amiben természetesen Eddie Murphy is visszatér, ráadásul már az új rendező is megvan Mark Molloy személyében, aki ugyan sosem csinált még mozifilmet, de az eddigi, rövidebb alkotásai rengeteg elismerést kaptak. Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy mikor érkezik a milliók által várt folytatás, illetve a történetről sincsenek információink. Évekkel ezelőtt úgy volt, hogy sorozat készül a Beverly Hills-i zsaruból, amiben Axel Foley fia lett volna a főszereplő, Eddie Murphy pedig csak nagyon ritkán tűnt volna fel benne, így lehet, hogy ezt fogják megfilmesíteni, de az is elképzelhető, hogy teljesen elengedték ezt a szálat, és teljesen másról fog szólni a Beverly Hills-i zsaru negyedik. Eddie Murphy amúgy tavaly is elővette egy régi sikerét, hiszen elkészítette az Amerikába jöttem 2-t, amire rengetegen voltak kíváncsiak, de az eddigi visszajelzések alapján sokan csalódtak, szóval reménykedhetünk benne, hogy a világsztár tanult a hibájából, és a Beverly Hills-i zsaru 4 esetében sokkal jobb lesz a végeredmény. Profi Media.